Gumi úton és százon mögötte. 15-11 eleje Sodor, és 50 lesz mögötte a bukkan előtt, fékezel a féktár Sodor. 10-re megy a bal, 32, szigorú ez Gumi is, és utána jobb kettő van. Utána jobb kettő, szigorú első Gumi mögé. Szigorú első Gumi mögé, sima bal Gumi Sodor múlva van mögötte, majd bal 1. Igazából vártuk, mert ezeket a pályákat ismerjük mind a ketten. A felkészülés része az elég sok időt fektettünk a belső kamerás felvételeknek a nézésére, úgyhogy szinte az összes létező belső kamerát, amit találtam, azt legalább egy 43-szor megnéztem, úgyhogy azért ez sokat segített, mert most az a helyenként éreztem, hogy lehetne menni, de én nem úgy mentem nyilván, de legalább meg volt az irány. Úgyhogy szerintem így az itiner, ugye, amik voltak még régebről nekünk, azokat fel tudtuk használni, tehát az is tök jó volt. A tempós részeken még mindig sokat hagyunk, de így is azért volt egy-két meglepetés. Volt egy ilyen apróbb technikai gondunk, hogy a önindítónk az megadta magát a nagy velegi gyorsaság előtt. Úgyhogy ott egy kicsit toligálni kellett az autót, de aztán végül sikerült, úgyhogy itt most a srácok így cserélték, úgyhogy rendben minden. Várjuk a másik kört, reméljük, hogy az időjárás az nem fog tovább, vagy hát nem romlik, hanem körülbelül ez marad, valamennyire konstans legyen. Aztán igazából az autóban hangulat az jó volt, igazából a közös munka is rendben volt abszolút, úgyhogy igazából egyelőre örülünk, próbáljuk ezt a másik három gyorsaságon végigvinni. Ez a tempó szoros, és 60 van mögötte, jobb, ez a tempó fűszéle, és hosszú, sima, jobban. Te állat! Meg lett! 150 végre! 150 végre! Fék jobb kettőből bal három elállt! Már szerencsére a kategóriában sikerült megnyernünk, és a kategóriában a harmadik helyen végeztünk, aminek most nagyon örülünk. Ez volt a célkitűzés, hogy idén jó lenne még ezt elérni, hogy egy dobogót azért lehozzunk. Az elején még megmondom őszintén, is nagyon nézegettem az eredményeket, csak így az első kör után. Aztán utána kicsit már elkezdtünk vele foglalkozni, hogy akár meg lett a dobogó is, úgyhogy azért próbáltuk ezt fejbe összerakni. Hát most ez így sikerült, nyilván még lehet gyorsabban menni, még sokat kell még nekem tanulnom, sokat kell mennem, de az érzem, hogy valami hatása azért van itt ennek a kis tapasztalatnak, amiket itt versenyre végrehajtunk, és hát most örülünk, tehát ez most tényleg jó.